Sziasztok, ez itt a Prehistoric Lexikon csatorna, és úgy gondoltam, hozok egy kis érdekességet tavalyról, méghozzá azt, hogy milyen dinoszauruszokat írtak le 2021-ben, és hogy egyes leletek milyen elképzelhetetlen eseményeken mentek át, mire leíródhatott a faj. A videó amolyan kedv csináló és nem részletez mindent, így is nagyon hosszúra sikeredett. Ezért akit komolyabban érdekel a téma, az olvasan utána az interneten, de nagyon sok anyag egyelőre még csak angolul vagy németül érhető el, így nyelvtudás szükséges. Elveszett, előkerült, hogy végleg megsemmisült leletekről is lesz szó, vagy emlékeztek arra a cikkre, ami tavaly nyáron jelent meg, és hogy felfedeztek egy T-rexnél nagyobb ragadozót? Ennek is utána nézzünk. Kezdjük is el! Arakár. A holotípust 1993-ban fedezték fel Chilében. A fosszilis anyagot Roger és Goodstein röviden megemlítette 2012-ben, és megalapították, hogy nem, az Atacama titán nemzetségéhez köthető. A holotípus egy fiatal példányt ábrázol, amelynek testhossza körülbelül 6,3 méter lehetett. Egy teljesen kifejlett arakár mérete nem ismert. Az állat a késő kréta időszakban élt. A Chilében talált egyik legteljesebb sauropoda példány. Arudatitán. Az Arudatitán maximus fajt először 2011-ben az Aleosaurus nemhez írták le, de 2021-ben saját nembe sorolták át. A holotípust 1997 és 98 között gyűjtötték be Brazíliában. Az Arudatitán mérete a bal combcsont hosszából becsülhető meg, ami 155 cm-es, így az állat kb. 15 méteresre nőhetett. A sauropoda a késő krétakorban élt. Ausztrálotitán. Az Ausztrálotitán a késő krétakorban élt a mai Ausztrália területén. Az állatot 2005-ben fedezték fel az ausztráliai Queensland délkeleti részén. A kövületet ezután a Queenslandi Múzeummal és az Eromanga Természettudományi Múzeummal közösen készítették elő és ásták ki 2005 és 2010 között. A holotípuson kívül még három másik egyedet is azonosítottak ehhez a fajhoz. Az Ausztrálotitán a legnagyobb ismert ausztrál dinoszaurusz. Az EMF 164-es minta combcsontja 2,14 m és 6 mm hosszú. A leíró szerzők szándékosan tartózkodtak a méretbecsléstől, mivel köztudottan nehéz megbízható eredményeket szerezni a sauropodákra vonatkozóan. Bertaszaura. A holotípus egy majdnem teljesen tagolatlan csontváz, amelyet 2011 és 14 között tártak fel, és az egyik legteljesebb dinoszaurusz, amely a kora krétakori Brazíliából ismert. Fogatlan, rövid csőre arra utal, hogy növényevő, vagy legalábbis mindenevő volt. Mivel a holotípus egy éretlen egyed, valószínűleg 1 méternél kisebbek lehettek a felnőttek méretei. Brixtonaus. A Brixtonaus 126,5 millió évvel ezelőtt élt a mai Anglia területén. Az állat becsült hossza 8 méter, és a súlya körülbelül 900 kg lehetett. A holotípus példányt a Novenator holotípusával együtt fedezték fel 1978 nyarán. A csontokat nem tagoltan, hanem a Novenatorral összekeveredve találták meg egy kb. 30 négyzetméteres területen. Az állatot először Iguodonnak azonosították, majd később Mantelisaurusnak. Csak 2019-ben derült ki, hogy a Brixtonaus különbözik a Mantelisaurustól, amikor Jeremy Lockwood nyugalmazott orvos tanulmányozta és kategorizálta a White-sziget összes Iguodon-féle fosszíliáját. Ceratosuchus és Riparovenator. A Ceratosuchus egy spinosaurida nem akkor a krétakorból, a mai Nagy-Britannia területéről. A becslések szerint a Ceratosuchus hossza 8,5 méter. A Riparovenator szintén egy spinosaurida dinoszaurusz. A Ceratosuchus-szal a testvérfajával egy helyen és időben élt. A becslések szerint a Riparovenator is körülbelül 8-9 méterre nőhetett. 2021-ben a típusfajt Riparovenator Milneri-re nevezték el és írták le. A név a 2021-ben elhunyt Angela Milner paleontológus tiszteli, aki többek között a Baryonyx leírásának társszerzője volt. A Baryonyx a fent említett két dinoszaurusz közeli rokona, amiről a csatornán már elérhető egy bemutató videó. A videó linkje a bal felső sarokban található. Jarratitanis. A Jarratitanis egy sauropoda nem a mai Üzbegisztán területéről a késő krétakorból. Eredeti kiadványban a Rebaki saurida tagjaként tekintették, de a későbbi tanulmányok Titanosaurusnak sorolták be. A leletet még 1997-ben találták meg, és a nem mindössze egy előső farokcsigolyán alapul. Ezért a későbbi vizsgálatok és esetleges újabb leletek pontosíthatják, megváltoztathatják a jelenlegi taxont. Hamititán és Szilutitán.
a Hamititán és a Sidutitán a titannosaurusok közé tartozó hatalmas sauropodadinoszauruszok a Hamititánnak a forogcsigolyáit, még a Sidutitánnak a nyaki csigolyáit találták meg közel egy helyen Kínában. Az állatok egykorban is éltek, körülbelül 120 millió évvel ezelőtt. Az is elképzelhető, hogy a két lelet egyetlen nemet képvisel, de a videókészítésekor két külön fajként számoltak be róluk. A későbbi felfedezések és vizsgálatok biztosan pontosítani fogják majd a taxonokat. Isi. Az isi egy plateosaurida dinoszaurusz. A leletanyag Grönlandról származik. Az isi holotípusának a koponyája 243,7 mm hosszú. Az isi kövületeit korábban a plateosaurushoz sorolták, de az újabb leletek lehetővé tették ennek az anyagnak az újraértékelését, amely kimutatta, hogy olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekről úgy gondolják, hogy az isit külön nemzetségnek kell tekinteni. Coulsonurus. A Coulsonurus az Alvarez-saurida terapodadinoszauruszok egyik neme a késő krétakorból. A fosszíliáját a Gobi-sivatagban fedezték fel Mongólia területén, ami egy részben megőrződött koponya nélküli csontváz. A többi Alvarez-sauridához hasonlóan a Coulsonurus egy viszonylag kicsi kétlábú terapoda volt, valószínűleg speciális rovarevő vagy mindenevő lehetett. Kuru. A kuru a Dromaeosaurida terapodák egyik neme, a mai Mongólia területén élt a késő kréta időszakban. Egy részleges koponyát tartalmazó töredékes csontvázról ismert. A leletet még 91-ben találták meg. A kuru név egy betegséget is jelent, de a dinoszaurusz nem a betegségről, hanem a buddhizmus egyik istennőjéről, Kurikuliéről kapta a nevet. Kurupi. A Kurupi az Abelisaurida terapoda dinoszauruszok egyik neme, a mai Brazíliából, a késő krétakorból származik. A holotípus három farokcsigolyából és egy részleges medencecsontból áll. A szerzők becslése szerint az állat 5 méter hosszú volt és kimondottan gyors futó, vagy hosszú távon egyenletes sebességre képes merev farkú ragadozó lehetett. Lukalkán. Lukalkán az Abelisauridák közepes méretű képviselője volt, amely elérhette az 5 métert. A fosszíliája a késő krétakorból származik, a mai Argentina területéről. A Lukalkán koponyája rövid volt és durva csontokból állt. Feltehetően élete során dudorok és kiemelkedések voltak a fején. Fogai élesek voltak, mint az Abelisaurida minden képviselőjének. A hátsó lábak karmai is nagyon élesek voltak. Nagyon hasonlított a közeli rokonához, a Via Venatorhoz. Szokatlan füle miatt azt feltételezték, hogy a Lukalkánnak élesebb hallása volt, mint más Abelisauridának. Meneferaceratops. A Meneferaceratops ceratopszida dinoszauruszok egyik neme. A fosszíliáját 96-ban találták meg, Új-Mexikóban, az Egyesült Államok területén. Egy részleges, nem tagolt csontvázról ismert. Az állat körülbelül 4-4,5 méter hosszú lehetett. A tudományos irodalomban először 97-ben írták le, viszont csak akkor kapott nevet, amikor 2021-ben újra definiálták. Menocuz Elzior. A Menocuz Elzior egy közepes méretű titanosaurus sauropoda a késő krétakorból, a mai Argentina területéről. Az állat körülbelül 8 méter hosszú volt. A Menocuz Elzior az Enna formációban élt számos más titanosaurus mellett. Több megközelítőleg egyforma, méretű titanosaurus együttélése egy korlátozott területen azt jelzi, hogy valószínűleg különböző ökológiai fülkiket töltöttek be. Ez lehetővé tette, hogy több faj egy helyen és egy időben éljen, ilyen sokféle titanosaurus lelet sehol máshol nem ismert a világon. A fentiek alapján megállapítható, hogy ezen a területen a paleoökológiai viszonyok számos titanosaurus faj virágzását segíthették elő. Nappaisaurus. Nappaisaurus egy iguanodontida dinoszaurusz nem. Az állat a kora krétakorban élt Kína területén. Ezt a kövületet 2020-ban fedezték fel. Ugyanebben az ökoszisztémában élt a Datanlog, ami a Carcharodontosaurida klánba tartozó nagyméretű ragadozó, amelynek fő zsákmányállata lehetett a Nappaisaurus. Ninja Titán. A Ninja Titán a mai Argentínában élt a kora kréta időszakban. Ezt a sauropoda fosszíliát 2014-ben fedezték fel. A Ninja Titán erős testfelépítésű, négylábú növényevő volt, nagyon hosszú nyakkal és farokkal, hatalmas törzsel és oszlopos lábakkal. A fej viszonylag kicsi volt. Ennek a fajnak a hossza elérte a 20 métert, így a csoportjának közepes méretű képviselőjéhez tartozott. Ez a taxon elsősorban a sauropoda dinoszauruszok közti elfoglalt filogenetikai helyzete miatt fontos.
Valószínűleg ez a legprimitívebb ismert Titanosaurus. A 140 millió éves korával egyben ennek a csoportnak az egyik legrégebbi ismert képviselője is. Ornatops. Az Ornatops fosszíliája a késő krétakorból származik. A leletet Új-Mexikóban Egyesült Államok területén fedezték fel 2018-ban. Az állat egy közepes méretű hadroszaurida, a szerzők szerint 9 méter hosszú lehetett. A lelet azért is érdekes, mivel az előzetes vizsgálatok azt mutatják, hogy egyes evolúciós fejlődés látható három hadroszaurida faj között. A Probrachiolophosaurusból fejlődött ki az Ornatops, és belőle pedig a Brachiolophosaurus. Ez a felfedezés fontos lehet a dinoszauruszok evolúciájának megértésében és megismerésében. Papilliovenator. A Papilliovenator egy trodontida terapoda dinoszaurusz, nem? A leletet Belső Mongóliába találták, a késő krétakorban élt. A holotípus egy részleges, félig tagolt fiatal felnőtt csontváz, amely egy majdnem teljes koponyát is tartalmaz. Egyedülálló módon az orra rövid és háromszögletű volt. A Papilliovenator feltehetőleg rovarokkal táplálkozott. A neve jelentése is pillangóvadász. Pendraig. Pendraig 1 méter hosszú lehetett és a késő triászkorban élt, Nagy-Britannia területén. A holotípust még 1952-ben ásták ki Walesben, majd nem sokkal később a leletet a Természettudományi Múzeumban elveszítették. A közelmúltban találták meg ismét néhány krokodil csonttal együtt elkeverve. Portalsaurus. A Portalsaurus egy hadroszaurida dinoszaurusz, nem, akkor a krétakorból, Spanyolország területéről. Az alsó állkapocs hossza 313 mm. Ez arra utal, hogy a Portalsaurus egy közepes méretű hadroszaurida, nagyjából 7-8 méter hosszú lehetett. Shri. A Shri-t Mongóliában fedezték fel. A fosszilis maradványai késő krétakorból származnak. A holotípus példányt 1991-ben ásták ki. 99-ben ideiglenesen a Velociraptor mongolensis példányának tekintették. Ez a példány azonban a későbbi vizsgálatok alapján megkülönböztethető a Velociraptortól, így annak testvér taxonja lett, és új fajként írták le. Sierraceratops. Sierraceratops a késő krétakorból, Új-Mexikóból, az Egyesült Államok területéről származik. A fosszíliáját 1997-ben fedezték fel. A Sierraceratops egy közepes méretű szarvas dinoszaurusz volt. A koponyája valamivel kisebb, mint 2 méter, az állat pedig körülbelül 4,5 méter hosszú volt. A Sierraceratopsot eredetileg a Torosaurus nemhez sorolták, de a későbbi radiometrikus dátumok arra utalnak, hogy az állat lényegesen idősebb, mint a Torosaurus, és számos egyéb különbség is megfigyelhető csontvázon, ezért új fajként írták le. Cynocephale. A Cynocephale a késő kréta időszakban élt Mongólia területén. Eredetileg a Trodon nemzetség fajaként írták le 1953-ban, majd később átkerült a Stegocerász nemzetségbe. Évtizedek óta kétesnek tartották, majd 2021-ben újraértékelték és érvényes taxonként ismerték el. A 20. század elején svédek őslénytani expedíciót folytattak Ázsiában. Az egyik ilyen expedíció során valamikor az 1930-ban vagy 31-ben fedezték fel, és többek között Svédországba vitték, hogy ott tanulmányozzák. Majd ezután a példányt visszavitték a kínai gerinces őslénytani és paleontropológiai intézetbe. Valamikor ezután a lelet sok más mellett elveszett. A további kutatások a holotípusról készült gipszöntvények felkutatásával váltak lehetővé. Az egyetlen ismert példányról azt feltételezik, hogy fiatal felnőtt vagy felnőtt, de mivel csak gipszlenyomatok maradtak fent, ez a következtetés csak feltételezés jellegű. Spicomellus. A Spicomellus a mai Marokkó területén élt a középső jurai időszakban. Nem ismert, hogy a holotípus példányt mikor fedezték fel, de azt tudni lehet, hogy a Cambridge-i Természettudományi Múzeum egy fosszília kereskedőtől szerezte meg 2019-ben. A lelet mindössze egy bordából és ahhoz kapcsolódó négy elcsontosodott bőrtüskéből áll. Bár pontos méret nem ismert, de valószínűleg más középső jura időszaki ankliosauridához hasonlítható. Ez a legjobb becslések szerint nem haladja meg a 3 métert. A képek is a kortárs ankliosauridákon alapszik, való életben nagyon máshogy is kinézhetett. Stegorus. A Stegoruszt egy félig tagolt, csak nem teljes csontvázról ismerjük. Az állat a mai Chile területén élt a késő krétakorban. A Stegorus egy nagyon kicsi ankliosaurida. A becslések szerint körülbelül 2 méter hosszú, a súlya pedig 100 kg lehetett. Tamaró. A tamaró egy trodontida terapoda a késő krétakorból.
A leletet Spanyolországban fedezték fel. Egy törött lábközépcsontból ismerjük. A leletet 2003-ban fedezték fel. A holotípus vizsgálatai azt mutatják, hogy ez egy fiatal felnőtt egyed lehetett, és az állat fiatal korában nagyon gyorsan nőtt. Tatolopusz. A Tatolopusz egy hadrosaurida dinoszaurusz, a késő krétakorban élt Mexikó területén. A farok egy részét még 2003-ban ásták ki, majd egy újabb expedíciót szerveztek, és 2013-ban folytatták az ásatást, feltárva a csontváz több elemét, köztük a majdnem teljes koponyát is. A Tatolopusz holotípus példánya egy körülbelül 8 méter hosszú egyedet képvisel. Ulugbékszaurusz. Az Ulugbékszaurusz egy karkarodontoszauria kládba tartozó ragadozó terapoda, a késő krétakorból, a mai Üzbegisztán területéről. Az Ulugbékszauruszt eredetileg az 1980-as években fedezték fel. A holotípus jelentősége ellenére az Üzbég Állami Ásvány és Földtani Múzeumnak gyűjteményében maradt egészen 2019-ig, amikor újra felfedezték. A nevet a 15. században élt szultán és tudós Ulugbék után kapta. 2021 nyarán ez a felfedezés körbejárta a világot, azzal az állítással, hogy 5-szer nagyobb volt, mint a T-rex. Ezt szeretném itt és most rendbe rakni. Nem volt nagyobb a T-rexnél. Ez az állítás onnan eredhet, hogy az Ulugbékszaurusz a T-rex előtt élt körülbelül 25 millió évvel, és ekkor még a tiranoszauridák nem öltöttek ekkora méretet. Viszont fontosnak tartom megemlíteni, hogy egy konkrét fajt nem szabad összetéveszteni egy teljes családdal. Jelen esetben a Timurlengia fajjal keverhették, mert körülbelül ez az állat élhetett egy időben és egy helyen az Ulugbékszaurusszal, és a Timurlengia a tiranoszauridok közül való. A Timurlengia 3-4 méter hosszú lehetett és kb. 200 kilós. Ezzel szemben a kortárs Ulugbékszaurusz testhosszát 7,5-8 méterre becsülik, súlyát pedig egy tonnára. Így ezekkel az adatokkal a cikkek már helyesek lehetnének, viszont a cikkben szereplő T-rex 13 méteres is lehetett és elérhette a 10 tonnát is. Vectiraptor. A Vectiraptor Nagy-Britannia területén élt körülbelül 125 millió évvel ezelőtt. A típusfaj három hátcsigolyáról és egy részleges keresztcsontról ismert. A holotípus egy felnőtt egyedet képvisel. Életkorát 20-30 évre becsülték a csontkéreg növekedési vonal alapján. Az állat testhossza 2,5-3 méter lehetett. Yamatosaurus. A Yamatosaurus a késő krétakorból Japán területéről származik. A holotípust Shihingo Kushimoto fedezte fel 2004 májusában a japán Hawaii szigeten. 2005-ben a leletről beszámoltak a tudományos irodalomban is. Kishimoto 2013-ban adományozta a holotípust a Japán Természeti és Emberi Tevékenységek Múzeumának. A múzeum munkatársai a vizsgálatok után új fajként írták le. Ipupiara. Az Ipupiara a késő krétakorból származik, Brazília területéről. A holotípus fosszíliát valamikor az 1940-es és 60-as évek között találták meg. Kizárólag egyetlen leletanyagról ismert, ami sajnálatosan 2018-ban megsemmisült, amikor a Brazil Nemzeti Múzeum leégett. Néhány egyetemi hallgató megkérte a nyilvánosságot, hogy a kiállításokról készített képeket, videókat küldjék be a múzeumnak. Pár órán belül több mint 14 ezer videóanyagot, fényképet és rajzot küldtek be. Valószínű, hogy ez a dinoszaurusz is a látogatók által készített anyagok felhasználásával írtatott le 2021-ben. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve osszátok meg ismerőseitek között, hogyha őket is érdekli a dinoszauruszos témakör. Sziasztok!